Vannak, akik már döntöttek, és vannak, akik még most is dilemmáznak, melyik egyetemre jelentkezzenek. A felvi.hu-n lehet tájékozódni az egyetemek képzési kínálatáról. Jellemzően a fiatalok olyan képzést választanak, amivel jól lehet majd keresni. A mérnök, az informatikus, de a tanár is nagy eséllyel tud elhelyezkedni, és szinte mindenhol előnyben vannak az idegen nyelveket beszélők. Idegen nyelv ismerettel lehet a leghamarabb elhelyezkedni, minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál hamarabb talál állást. A munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégek szerint a szellemi munkaerőt is vadásszák a cégek. A megyében mérnökök kellenek leginkább, keresettek még az informatikusok is. Egy, az EduLine-on megjelent, a diplomás pályakövető rendszerben regisztrált országos adatok szerint 2014-től átlagosan ennyit kereshetnek a mérnöki és menedzser szakokon végzettek. A mérnök képzés népszerűségét segíti a duális rendszerű képzés is, ugyanis a hallgatók nagyobb szakmai gyakorlatot szereznek a tanulmányok végére, és jelentős hányaduk a cégeknél marad. A felsőoktatásban résztvevők száma is növekszik, de inkább a 30 év felettiek kapnak diplomát. Egyrészt a mesterképzésekre főleg 30 év felettiek járnak, másrészt az első diplomásoknak, ha nincs nyelvvizsgájuk, csak az abszultórium után pár évvel később vehetik át diplomájukat, és csak akkor, ha sikeresen nyelvvizsgáztak. December 21-től egyébként már a felvi.hu-n látható a felsőoktatási intézmények képzési kínálata. A felvételi tájékoztatóban a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló képzései is megtalálhatók. Az intézmény 19 szakot hirdet alapképzésben, felhívják a figyelmet arra, hogy az óvodapedagógus, a közösségi szervező és a hivatásos repülőgép vezető szakok csak a január 31-i pótkötetben jelennek meg az akkreditáció miatt. Vendégem a stúdióban dr. Kerülő Judit, a Nyíregyházi Egyetemről. Jó estét kívánok! Jó estét! Tanárnő, már az elmúlt időszakban beszélgettünk arról, hogy milyen a Nyíregyházi Egyetem kínálata, illetve szeptemberben milyen szakokon tanulhatnak azok, akik a Nyíregyházi Egyetemet választják. Van-e valami változás? Ugye most itt a felvi.hu-ra hivatkoztunk, hogy vannak olyan területek, képzési területek, amit most még nem lát a leendő hallgató, hogyha fölmegy erre az internetes felületre. Így van, pontosan így van. Vannak olyan szakok, amelyeknek az úgynevezett akkreditációja, tehát a képzés engedélye, ez később kapta meg az intézmény. Ennek két oka van. Egyik, hogy nem volt korábban ilyen képzésünk, hosszú ideig nem volt ilyen képzésünk, például óvodapedagógus. Valamikor a 90-es évek közepéig volt, akkor még a Bessenyi György Tanárképző Főiskolán óvodapedagógus képzés, aztán több mint 20 évig szünetelt, ezért fordult az intézmény, látván a munkaerőpiaci igényeket, egy olyan engedéllyel a Magyar Akkreditációs Bizottság felé, hogy óvodapedagógus képzést indítsuk. Ilyenkor megtörténik az engedélyezés hosszú eljárása, és kikerülünk abból a határidőből, hogy az úgynevezett rendes kötetbe, a felvételi tájékoztatóba bekerülünk. Ez a rendes kötet, ezt azért mondtam idézőjelben, mert csak online jelennek meg ezek a kiadványok. A másik pedig egy új szak. Azért új szak, mert 2016-ban felülvizsgálták a magyar felsőoktatási szakokat, és azokat, amelyekre már a piacon nincs igény, ezeket megszüntették, és jöttek be új szakok. Ilyen a közösségszervező, ami nem volt korábban. Ugye kiderült, hogy olyan új szakmák jelentek meg, mint a rendezvényszervezés. Korábban a rendezvények szervezéséhez azt gondolták mindenkiért, majd kiderült, hogy ez egy nagyon komoly szakma. Egy fesztivál megszervezése, vagy mondjuk például egy esküvő megszervezése, ma már azért nem arról szól, hogy két ember összefog. Na most ennek a két szaknak az engedélyével már rendelkezünk, csak december 21-én megjelent kötetben még, vagy a online kiadásban még nem adminisztratív okok miatt nem kerülhetett be, és ezért hívjuk föl mindenkinek a figyelmét, hogy január 31-éig frissítik a felvi.hu-n, ott már láthatóak ezek a szakok is, tehát aki ilyen képzések iránt érdeklődik, annak hívjuk fel a figyelmét. Más a helyzet a hivatásos repülőgépvezetővel, ott csak a szak neve változott. Úgy, nekünk volt úgynevezett pilótaképzésre engedélyünk, ott még januárban, tehát a héten lesz a döntés
arról, hogy a Nyíregyházi Egyetem továbbra is folytathatja a pilótaképzést. Nagyon optimistán várjuk ezt a döntést, és nagyon bízunk abba, hogy ez is bekerül a január 31-i változások közé. Ebben a rövidke kis felvezető anyagban szerepelt az, amit mi nagyon sok állásközvetítéssel foglalkozó cégtől hallottunk, illetve láttunk statisztikákat is, hogy a legkeresettebb területek, szakterületek közé tartozik például ebben a megyében a mérnök. A mérnök képzésben van-e valami változás, változtatás? Szeptembertől jelentkezhetnek-e ugyanazokra a területekre a leendő hallgatók, amire korábban? Hála Istennek nincs változás. Azért jó, hogy nincs változás, mert megszokják a hallgatók, hogy melyik képzőintézményhez milyen szakok tartoznak, és ez az állandóság, ez nekünk valahogy jó is, hiszen általában egy-két évvel korábban már azért nagyjából eldöntik, hogy hova, milyen területeken akarnak tovább tanulni. A mérnökképzés, hála Istennek nincs változás, egyedül még egyszer mondom, korábban a pilóta képzésünk, amely közlekedési mérnök szakhoz kapcsolódott, most bízunk benne, hogy önállóvá válik. Nincs változás, és abban sincs változás, hogy duális képzési formában is hirdetünk mérnök szakokat. Erre valóban a munkaerőpiac jelentett igazán nagy igényeket, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a munkaerőpiac elsősorban gyakorlati készségekkel, kompetenciákkal rendelkező képzett hallgatókat keres. Elsősorban kiket várnak az egyetemre, és kik azok, akik az egyetemet első helyen jelölik meg? Mi a sok éves tapasztalat? Mi most azt próbáljuk elmondani mindenhova, ahova minket hívnak, hogy alapképzési szakot úgy válasszon valaki, hogy nézze meg azokat a pluszköltségeket is, ami még jelentkezhet. Szállás, albérlet, utazás. Pontosan kiszámoltuk, hogy a Debrecen és a Nyíregyházi képzés között havonta 100 000 forintos költségkülönbség jelenik meg. Ez egy tanévben 1 millió forint. Három évben ez 3 millió forint. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a költségeket is kalkulálják be a családok akkor, amikor szakot választanak. Mert hogy az alapképzések között nincs olyan nagy különbség, tartalmi, szakmai különbség, úgy vélik? Hát nem lehet nagy különbség, mert a Magyar Akkreditációs Bizottság, amikor egy képzés engedélyét megadja, akkor nagyon pontosan végigvizsgálja nem csak a tartalmat, hanem a személyi feltételeket is, és 5 évente ellenőrzik és nézik meg a képzések színvonalát. Tehát nagyon komoly kontroll alatt áll, de a legnagyobb kontroll a hallgató, hiszen ő egy véleménnyel távozik az intézményből, és nekünk nagyon kedvező tapasztalataink vannak, hogy a hozzánk jelentkező hallgatók jelentős része azért is jelentkezik, mert ismerősei, barátai, családtagok, tanárok jó tapasztalatokat szereztek a mi egyetemünkön. Tehát én azt gondolom, hogy tessék érdeklődni, aki a Nyíregyházi Egyetemet várja, olyan hallgatóktól, akik nálunk végeztek, hála Istennek nagyon sok kedves hallgatónk van, aki nagyon jó véleményt fogalmazott meg a képzéseinkről, és utána meg kell kérdezni a munkaadók véleményét, azokat, akik a mi hallgatóinkat alkalmazták. Én erre is nagyon büszke vagyok, hiszen nagyon sok esetben úgy hallok véleményt, hogy nem tudják, hogy én a Nyíregyházi Egyetemen dolgozom. Említette a költségeket, tanárnő. A felsőoktatásban tanulni néhány évet, néhány fél évet manapság ezek szerint költséges. Hogyan lehet segíteni a hallgatóknak ezekben a költségekben? Milyen ösztöndíjrendszer, ösztöndíjak vannak? Valóban ugye két típusú képzés van, vannak az állami ösztöndíjas képzések, ezt korábban úgy hívtuk, hogy állami támogatott képzés, és vannak az önköltséges képzések. Hát természetesen mindenki az állami finanszírozott, vagy az állami ösztöndíjas képzést szeretné megpályázni. Itt akkor van probléma, hogyha megvan a minimális ponthatár, amit az állam meghatároz a bejutáshoz, oda tényleg nagyon nehéz bejutni. Egyébként pedig valóban tanulmányösztöndíjak léteznek, hát a legjobbaknak létezik természetesen a köztársaság ösztöndíj, de a tanulmányi ösztöndíjak is nagyon jó, hát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy egy kezdő fizetéshez közelítenek, és hát természetesen a hallgatók, ha az ösztöndíjrendszer kevés, nagyon sok
munkalehetőség áll, mint diák számára nyitva, és ezek a munkalehetőségek nem csak pénzkeresetet jelentenek, hanem a képzőjövőbeli kapcsolati tőkéjüket javítják ezzel. Illetve sok esetben, akár a duális képzés esetében is szakmai gyakorlatot. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.